beljebb ül, mint egy 18,7 cm-re. Közös fotó készül a pécsi Bóbita Bábszínház színészeiről, munkatársairól. Évadnyitó társulati ülést tartottak augusztus 22-én. Minden évben kérdéses a finanszírozási háttér. Idén az árdrágulás tovább nehezíti a helyzetet, mondja az igazgató. Most úgy látjuk, hogy december 31-ig biztosított a működésünk. Természetesen vannak olyan dolgok, ami mindenkit érint, és senki nem tudja igazából, hogy mit hoz a jövő energia áremelés, egyáltalán az áremelkedés. Tehát azt látjuk mi is, hogy akár faáruban, tehát a műhely munkánál, hogy milyen hihetetlen módon többe kerül az a dolog, amit meg kell vennünk egy előadáshoz, mint tavaly. Ezért sem terveznek sok új előadást, hiszen azokhoz új bábok, díszletek is kellenek. Ez pedig sokba kerül manapság. A jegy és bérlet árakon emelniük kellett a most induló évadban, mondja Sramó Gábor. A jegy áraknál ilyen 15-20% körüli, tehát most 1500 forint lesz a rendes belépő a nagyterembe, 1200 a csecsemőre, eddig 1000-1250 forint volt. A bérlet is tulajdonképpen ennek az arányába emelkedik, tehát ez szerintem azért még belefér, tehát hogyha más szolgáltatásokat, árakat megnézek, tehát szerintem ez egy elviselhető. Nem akartok sokat emelni, hogy jöjjenek a nézők, de növelniük kell a bevételt, hogy működni tudjanak, mondja a direktor. A pénzügyi bizonytalanság abból ered a pécsi Bábszínháznál, hogy nem közvetlenül önkormányzati tulajdon, hanem a zsolnai örökségkezelőhöz, a város kulturális cégéhez tartozik. Így nem kap közvetlen állami támogatást minden évben, erre pályáznia kell. Ezért nem tudják, mennyi pénzből és meddig kell gazdálkodniuk a Bóbitában.